köszöntöm a tanárt, ez olyan megemlít, és fekete László urat. És akkor következően a két együttes bemutatása, és egyébként az Uni Jörvényút, egyes mezben Richard Hannibal, hármassal Dúl Panka, ötössel Varga Zsófia, hatossal a csapatkapitány Raksányi Krisztina, nyolcassal Régész Bolóka, kilencessel Pafi Fanni, tízessel Pap Klaudia, tizenkettessel Vansai Avanti, 13-assal Török Ágnes, 30-as mezben Lombali Néka, 31-essel Szendrel Jerevide, és 55-össel korábbi játékosunk Bartai Judit, valamint ott a Kispadoncang Dímeon és a különben csapata rendelkezésére. Most az Uni György Mély út vezetőedzője megmondom, és Merini másodedzője Antalúj Csadél. És akkor következzen az RKFC-nek csata együttese. 4-essel Solymosi Noémi, 6-ossal Angyal Barbara, 8-ossal a csapatkapitány Horváth Bernadett, 9-essel Radolf Fanni, 10-essel Megem Gáztárszol, 11-essel Ágyoki Réka, 12-essel Zala Kriskovec, 13-assal Lelik Réka, 14-essel Krasovec Tili, 19-essel Horváth Kuzsina, 24-essel Boros Júlia, és 32-essel Emma Penó. Az NKFC-n csak a edzője Kursics Krisztián, másodedzője Bódi Ferenc. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, ismét NB1-es női kosárlabda mérkőzés, méghozzá a 4. helyen álló NKFCM csata, 15 győzelem, 5 vereség, fogadja a 8. helyzet Uni Mélyút György csapatát, 9 győzelem, 12 vereség, a csata kedvező konstelláció esetén még harmadik is lehet, a Győr azonban szeretne bennmaradni a 8-ban, ez az kell, hogy ha ők ki is kapnak, a Ceglét se tudjon nyerni, a Ceglének azonban a Sopron és az atomerőmű van hátra, úgyhogy nehéz feladatuk lesz. A kezdőötösök a pályán a hazaiaknál, 32-es Emma Jane Cannon, 12-es Zala Friskovec, 8-as Horváth Bernadett a csapat kapitánya, 13-as Lelik Réka és 10-essel Megan Gustafson, vagy Gustafson, hogy mondják, Iowa államból. Az USA kiválósága az egyetemi bajnokcsapat tagja, a gólkirálynő. Raksányi Krisztina, Varga Zsófia, Dombai Réka, Sandra Igeravide, a spanyol légiós, a győrieknél a kezdőötös és egyessel természetesen Rachel Lachem, Halivei, Radhez kollégiumból. Tiszta zöldben a zöld, tiszta zöldben a győriek, tiszta fehérben a csata. Még egyszer mondom, egymás elleni eredmények alapján győrött hatalmas csatában, no, ezt Omen győzni tudott a csata, tehát ez lelkileg is adhat sok mindent. Viszonylag nyugodtan játszhat a csata, hiszen a legjobb 4 bekerülésben megvan, és ez remek teljesítmény. Idén a légióseik nagyon beváltak, és a légiósok igazi húzó emberek, valamint a fiatalok is. Majd elsorolom, nagyon sok utánpótlás és felnőtt válogatott mind a két keretben. De nézzük az első csata támadást. Lelik Réka, a magyar kosárlabda egyik legnagyobb ígérete, egy átadás, amelyet nem csak kellett megszereznie Emma Jane Cannonnak, aki Közép-Floridából érkezett. 16,3 pont és 9,1 lepattanó Emma Jane átlaga, ezzel a legeredményesebb csapatában. Egy távoli kísérlet, ez azonban lejött, lejárt a támadó idő, és jönnek a győriek, és az első szabálytalanság Lelik Rékánál a játékvezetők Papp Péter, Salla István és Szilágyi Bálint. A legutóbbi fordulóban a csata egy nagy zakóba szaladt bele Szekszárdon, nem is szokás a csatának ekkora vereségeket szenvedni, ez az a meccs, ahol semmi nem jön össze, nyugodtan mondhatjuk. Legutóbb éppen a Szekszárdon játszott a Győr is előtte, és a győriek otthon kaptak ki szintén nagy különbséggel. Mehmedovics Merim, a győriek szakvezetője, Antolovics Adél segíti munkáját, míg megszokhatták Túlsics Krisztián a vezetőedző a csatánál, és Bódi Ferenc a segítője, és az első zöld-fehér akció, amelynek végén egy dobás, amely lejön a gyűrűről, de a lepatadót megszerezte,
és be is dobta a győriek játékosa, Alleyway. 2-0-as győri vezetés, Horváth Betty a válogatott hozzáállt labdát, a válogatott irányítója is egyben egyik irányítója. Egyéni betörésekre képes, rendkívül képzett nagyszerű játékos. Most gólpaszt adott, egyenlített már is, 2-2. Megán mondom, pont királynője volt az egyetemi bajnokságnak, ami Amerikában és az amerikai egyetemi kosárlabdázást ismerve bizony hatalmas dolog. Alleyway ezt átdobta a palánk fölött és a gyűrű fölött, hosszú indítás után már Horváth Betty. Ő azonban nem kapkodja el, föláll a csata, lelik Réka, Cannon, onnan ő el szokta vállalni, ez azonban rövid és a lepattanó megvan, méghozzá Varga Zsófiának. A rutinos irányító hozzá át most a labdát. Raksányi Kriszta. Raksányi szépen tolta, a Alleyway nehezen tette maga elé, de annál könnyebben dobta meg. Richard Alleyway volt a pontszerző. Richard Alleyway volt a pontszerző egyébként. A statisztika miatt egy nagyon pici technikai szünetet iktatunk be. Technikai szünet a statisztika miatt. Ez elő szokott fordulni. Kicsit kizökkenti a ritmusából a játékosokat. Mehmedovics Merin elégedetten bólintott játékosai felé. Ő menet közben vette át a Győrt. A Győrt, amely akkor úgy tűnt, hogy kizúg még a legjobb nyolcból is dacára annak, hogy nemzetközi kupában indult az elmúlt idén. Mostanra azonban visszakapaszkodtak, és hát ott is szeretnének maradni. Mondom még egyszer, erre 98% esélyük van. Akkor is esetleg ezt a meccset elvesztenék a csatával szemben. Lelik Réka, Horváth Bernadett váltás, Horváth Betty, Cannon. Az az ágyú, hát most ágyú sebességgel menne, ám belemenést ítéltek. Emma Cannon ellene játékoztatok. Emma Cannon teljesen értetlen arccal azt mondja, fel se vette a védő pozíciót, én csak száguldottam a gyűrű felé. Ez nem hagyja meg a játékvezetőket. Ráadásul Sandra Viana Igora Vidét még ápolni is kell egy kicsit. Sandra Viana a kor elnöke a csapatának, 1-2 pont, 13,8 pont, 24 szerzett labdája van, és figyelem, 39%-kal dobja a triplákat. Ismét Igora Vide, vagy Igora Vide, ahogy mondják. Engedték közel menni, és ez vétkes könnyelműség volt, mert ezt is bedobta. Horváth Betty. Szala Friskovec, a szlovén játékos, szépen csalta közel magát, dobása azonban nem pontos. Rachel Lashawn Alleyway leszette a labdát. Késve érkeztek a védekező játékosok, de Lelik Réka remekül kapta a lepattanót kerecsen sólyom módjára, és most már egy távoli bejátszás és egy nagyon szép akció, amelynek végén Megan Gustafsson dob pontot. Hat négyre még mindig a győriek vezetnek. Raksányi Krisztina. Varga Zsófi, Raksányi futott keresztbe, de nem kapta. Igora Vide viszont nem dobta el. 4 másodperc, el kell dobni. Ez nagyon rövid, és a lepattanó megint csak a szemfüles Lelik Rékáé. Lelik Réka már a felnőtt válogatott tagja, nagyon nagy ígéret, reméljük, hogy nagyon sokáig szolgálja majd a magyar női kosárlabdázást egyre magasabb színvonalon. Zala Friskovec. Jó bejátszás, Cannon befordul, ahol befordul. Emma Cannon! Emma Cannon, ahol befordul, akkor bizony 5 pont van. Hát az ágyú, elsült, nyugodtan mondhatjuk, 6-6. Raksányi. Ez a dobás is szép volt. Nyolcat. Raksányi Krisztina a második pontja. Megint a hosszú bejátszás a palánkkal, ott azonban Varga szabálytalankodott, ha jól látom, Emma Jean Cannonnal szemben. Így van. Varga Zsófi szabálytalankodott, bár ezt nem egy könnyen veszi tudomásul Varga Zsófi. Ez az első személye, úgyhogy Horváth Betty jöhet a palánk mögül, Gustafsson, Friskovec,
keményen védekeznek rajta. Kockázatos bejátszás, de megvan Gustafssonnak. Ájjaj, ez gyenge volt, könnyedén hozzák át a győriek. 3-2-ben leosztás, ott a pont lehetősége, és Horváth Betty szabálytalankodik. Így van. Dombai Réka, aki egyébként felnőtt, és U19-es válogatott tagja is van. Dombai Réka dobhat büntetőt, 26 szerzett labdájával a legjobb labdaszerző a Győrben, Dombai Réka. Eddig 8,2 pont az átlaga, nézzük, hogy dobja a büntetőt, azt eddig 78%-kal dobta, most javíthat ezen az átlagon. 9-6-os győri vezetés, Dombai Réka büntetője jó. A másik még jobb, mondhatjuk így. 10-6, Horváth Betty hozza át. Pontos dobásokkal és agresszív védekezéssel lepte meg a csatát eddig a Győr. Cannon elvállalja. Gyenge dobás volt. Hátsó fal az infarktusnál is rosszabb, mint az első. A hátsó fal, hát bizony a Győri hátsó fal nem volt most a hazaiakkal itt a Ludovikával, úgyhogy jöhetnek a győriek. Igor Avide, Sandra Viana, jó bejátszás. Dombai próbált kifordulni, aztán kitette a labdát. Egy jó betörési kísérlet után egy szép szerelés. Zala Friskovesz, majd most már Cannon. Lelik, az tripla dobó helyzet nála. Gyönyörű ívű dobás. Csaba tripla! Az esélye! Lelik Réka! Igazi Lelik Rékás tripla. Élmény nézni néha Lelik Réka dobásait elképesztően elegáns mozdulattal. És magas évben zúdította a labdát a gyűrűbe. 9-10. Egy győri szólópont, bizony Raksányi Krisztinát kell megdicsérni, a csapat kapitányát. Raksányi Krisztina, aki egy szép szólópont után nem elég, hogy pontot dobott. Négy csapat volt a csata oldalán, és Zala Friskovec még szabálytalankodott is, úgyhogy dobhat bizony Raksányi Krisztina. Azt szokták mondani az edzők, ha már szabálytalankodsz, legalább lemenjen be. Hát most bement a labda, és még... Azt nem mondom, hogy bement Raksányi dobása, mert lejött. Emma Cannon már Horváth Bettyt hozta játékban. Cannon. Zala Friskovec. Gustafsson várja ott, és Lelik Réka. Leliket szabadon hagyták, és ez vétkes, ami nyelvenség. Lelik Réka szerezte! Vétkes könnyelműség Lelik Rékát ilyen tiszta dobóhelyzetbe adni. Ötödik pontját dobta Réka, 11-12, egy pontos győri előny. Varga kapja vissza, ez is tripla, és ez is bent van. Varga Zsófi triplájával 15-11, 3-43 még a negyedből. Horváth Betty, a szokásos Horváth Bettys betörés, és nem sikerült még Cannonnak se besodolni, 2-1-ben mehet a Győr. Ezt az ígyszert pedig nem fogják kihagyni, és valószínűleg időt kér túls is Krisztián, teljesen érthető, hiszen Raksányi pontja után 17-11-re vezet a Győr, innen folytatjuk az időkérés után. Sürgető dudaszó és a játékvezetők tekintete is azt mondja, hogy hölgyeim a küzdőtérre. Változatlan Gustafsson, Cannon, Lelik Réka, Horváth Betty és Friskovec. Még a túloldalon hármasra. Dúlpanka Dulcinea érkezett a győriekhez. Dúlpanka
az U20-as válogatottak a 2-3-as pozícióban játszik, és valószínűleg szülei nagy rajongói voltak Don Quixote-nek, hiszen az ő kedvesét hívták Dulcinea del Toboso-nak. Nos, Lelik Réka egy remek átadása után Friskovec, tripla! A tripla szerzője, Szala Friskovec! Újabb hazai triplával, most már 14-17. Raksányi szépen tette ki, Raksányi és Varga mozgatják a győrieket, Igora Vide, ő még nem igazán bontakozott ki, Lelik Réka védekezik rajta nagyon keményen, 13-as a 31-esen, aztan Dúl, elvállal egy dobást, ez oldalra megy, és a lepattanó meg lehet, nem lehet meg a győr, nem, megint csak Lelik Réka, a halvány esélyek vizslája, minden lepattanó labdák megszerzője eddig az első negyedben, remekül szerzett labdát újra. Friskov egy szép szóló, de ez is kimarad. Nagyon sok a kimaradó zicser, a kimaradó szóló a hazaiaknál. Raksányi nem állt bele a dobásba, fölviszi és bedobja a szép szóló. Raksányi Krisztián remekül játszik, a 8. pontjánál jár. Lelik Réka. Lelik. Nagyon keményen. Rachel Lashon Halliway szabálytalankodott, kérem szépen. Bár némileg értetlenkedik Rachel, hatalmas, rendkívül erős fizikumú játékos. Ha ő odaüt, akkor az bizony egy férfi ember is megérezné. Gustafsson. Friskovec. Szállást kapott. Cannon középre, megint kockázatos, nagyon kockázatos volt, az volt a szerencséje a csatának, hogy hozzáért meg Halliway, viszont mindössze 4,8 másodperc a támadó, de igaz viszont, hogy ez kosárban tenger sok idő. Na nézzük. Horváth Betty, Gustafsson, Cannon, Lelik, el fogja onnan vállalni, ez nem ment be. A lepattanó meg lehet, Cannon hanyatt esik, nem fújnak semmit, és Sandra Igora Vide hozzá. Most jön vissza Cannon, egy ember hiányzik, és ezt bizony kihasználhatja a győr egy triplával. Ki is használja? Dúl Panka Dulcinea. Spanyol percek itt, tehát. Bár ő nem spanyol, csak a neve, az Lelik Réka. Nem akar lemaradni, szép betörés után. Lelik Réka! Lelik Réka szólója. Réka a 7. pontjánál jár. 7 pontos Lelik, a túloldalon 8 pontos Raksányi Krisztina, két legeredményesebb játékos. Halliway kicsúszik a kezéből, és megint Lelik Réka, az 5. összeszedett, megszerzett labdája. Friskovec, újra Lelik Réka, Friskovec, Cannon, puff. Dúl Panka kemény volt és határozott. Barnai Judit, aki az elmúlt esztendőben még a csatát erősítette, még Friskovec és Gustafsson lemegy. Radócz Fanni és Mányuki Réka, két fiatal játékos, Mányuki U19-es válogatott, Radócz Fanni U20-as válogatott, Mányuki 19, Radócz Fanni 21 esztendős lesz. És ismét egy Lelik Réka szóló, elvesztette a labdát Réka. Ez most nem sikerült, talán azt reklamálta Réka, hogy szabálytalankodtak vele, ezt a játékvezetők nem vették figyelembe. Egy percen belül vagyunk, 22-16-os győri előny. Nem fogják elkapkodni a győriek most a labda áthozatalt. Raksány is játszhat az idővel. Szabálytalanság Horváth Bettinél fújták be? Így van. Két dobás, amelyet ismét Sandra Viana Ikora Vide végezhet el. Dobása jó, 23-16. Sőt, 24-16. És csere van, 10-essel Ikora Vide helyére Pap Claudia érkezik. Pap Claudia az 1-es-2-es poszt játékosa. 30%-os tripla dobó, tehát tőle sem állnak távol a távoli dobások. Horváth Betty vezéletével szeretné csökkenteni hátrányát a
csata, de kiejti a kezéből Mányuk Réka, és könnyedén hozhatja a győr. Hát nagyon sok hibával játszanak az éjek, szép pontjaik, és szép lelik triplák és dobások mellett nagyon sok hibát elkövetnek. Nem véletlen eddig a magabiztos győri előny. Ismét könnyedén hagyták, hogy Raksányi közelebb csalja magát, és bedobja. 10 pontos különbség, és a győr megint labdát szerez. Teljesen összeesett a negyed végére a csata. Raksányi kiteszi egy távoli tripla, és a tripla jó, kérem szépen! Pap Claudia triplájával 29-16. Némi meglepetéssel 29-16, de teljesen megérdemelten a győr vezet. Mi pedig a győr történetével folytatjuk majd. Gyorsan a Győrről, 61-62-ben Győri Eton éven kiestek az NB1-ből, majd 2003-ban a Soproni Portás utódjaként Foton Győr néven szerepeltek, 2012-ben Magyar Kupa második helyzet és bajnoki címet nyertek, majd egy szörnyű buszba esett Füzi Ákos, Tapodi Péter klubigazgató vezetőedző meghaltak, Natasa Kovács Evét lábfejét amputálták, súlyos sérülések történtek. Azóta a hatodik hely majd egy kubai szereplést jelentő hely a legjobb teljesítményük. 2016 és 2018-ban harmadikak leptek, és most nézzük a támadásukat, mert az első támadás megint elrontotta a csata a második negyedben, és egyelőre 13 ponttal magabiztosan vezetnek a győriek. Sokkal jobban játszanak, biztosabban dobnak és jobban védekeznek. Talán Lelik Réka az egyetlen, aki felveszi a versenyt lepattanóban és dobásokban a győriekkel. Cannon kezében is zadogott egy kicsit a labda, újra most Lelik Réka. Szépen tette tovább, bizony most Radót Fanni, egy zárás után Lelik Réka. Mányuki Réka, két Réka játszott össze, utánpótlás válogatottak. Lelik már felnőtt, elcsúszik Lelik, de megszerzi a labdát, viszont el kell dobni, lejár a támadóidő, és lejárt a támadóidő. Ez is jelzi a csata némi tehetetlenségét, hogy lejárt a támadóidő dobás nélkül. Nem tudtak igazán dobóhelyzetet kialakítani, Mehmedovics Merin nyugodtan beszélhet az övéivel, hiszen nagyon magabiztosan játszik a győr. Csere lesz majd. Megan Gustafsson érkezik, Emma Cannon és Zala Frickovec. Éppen Zala Frickovecnek magyaráz hosszan Tulsics Krisztián, de jöhetnek a győriek, akik mondom, győrieknél mindenki remekül játszik, biztos kézzel dobnak, és nagyon határozottan védekeznek. Jól semlegesítik egyelőre az amerikai légiósokat. Egy újabb betörés után egy nagyon szép pont. Varga Zsófi. 31-16. Lelik Réka. Rá is nagyon vigyáznak. Lelik Réka szépen rázta le ellenfelét, lesz a távoli dobás. Lesz, ha Lelik elvállalja, és ez lejön. És a lepattanó Dulpanka Dulcineáé, és újra jöhet Raksányi Krisztina. Ő remekül mozgatja a csapatát, egy bejátszás, és Mányoki Réka, a Kleopátra tekintetű, nagyon csinos ifjú hölgy szabálytalankodott. Az első személye. Csere lesz, Emma Cannon érkezik, Radot Fanni. És Santa Igerevide is érkezett, egy kis pihenőt kap. És nagy tapsot a maroknyi győri közönségtől, Raksányi Krisztina, aki remekül játszik eddig ezen a mérkőzésen. Pap Klau kezében a labda. Jó volt a bejátszás, de Barnai kezéből kisodarták. Ez most jó csata védekezés volt, ebből kell sokkal több. Ebben a negyedben már, hogy ne menjen el végleg az ellenfél, egy szabálytalanság. Megan Gustafsson mosolyog.
Megan Gustafsson meg első személye, Horváth Bettinek van két személye egyébként a hazai gárdánál. A palánk mögül pedig jöhet megint Pap Klaudia. Barna Judit kérte el, Dúl Panka, majd Igor Evide szóló teszi oldalra, Pap Klau, és ez is bent van, ez két pontos. Elképesztő dobóformában a Győr 33-16 megduplázta előnyét. A Győr a teljesen indisponáltan játszó csata ellen. Na nézzük! Lelik Réka. Horváth Betty tripla. Ez sem jó. És a lepattanó sincs meg. A támadó lepattanót szinte nem szereznek. Még Igor Evide kiteszi oldalra a szokásos forgatókönyv. Varga vállal egy triplát. Ez is bent van. Elképesztő tripla forma. 3 pontot szerzett Varga Zsófia. Hazai időkérés. És nem véletlen, hogy Túlsics Krisztián időt kér. Elképesztő 20 pontos, 36-16-os győri előnynél. Nézzük akkor, kik jönnek fel. Mányuk Réka, Lelik Réka, Emma Cannon, Megan Gustafsson és Horváth Betty, míg a túloldalon Barnai Judit, Török Ágnes, Igor Evide, Pap Klaudia és Dúl Panka. Török Ágnes először a küzdőtéren. Válogatott játékos, 3-as, 4-es poszt. Egy bejátszás megint rossz, de összeszedi Mányuki, Horváth Betty és Lelik Réka. Tőle várják ismét a dobást, Lelik elvállalja, de ez nem megy be. A lepattanó megvan, Gustafsson, Mányuki, megint 10 másodpercen belül, Mányuki Réka, befordul, Cannon ez zicser, és kimarad! Emma Cannon is kihagyja, hát elképesztő, majd egy óriási vetődés után földhalt, cselgáncsban látni ilyet, vagy birkózásban. A nagyobbnál is nagyobb zicserek is kimaradnak egyenlőre a csata oldalán. A labda a győrieké. A támadődő is lejárt. Kettős csere. Zala Friskovec és először a küzdőtéren Angyal Barbara. Angyal Barbara U19-es válogatott. 31%-kal dobja a triplát, kitűnő távoli dobó Angyal Barbi, akinek testvére Angyal Nikolett is látható sokszor képernyőn közös meccseinket, aki viszont a TFS MTK csapatában játszik. Hát ha Angyal szárnyak röpítik előre egy kicsit most a csatát, mert bizony nagy szükség lenne rá, mert egyre nagyon magabiztosak a győriek, és jól dobnak kívülről. Most lappal ugye rámcáfol, de Barna is szedi a lepattanót, lepattanó szerzésben meg sokkal jobbak. Mondom, egyedül Lelik Réka tartja velük a lépést, és Igor Evide újabb dobásával. Megint nőtt a különbség. Hát 39-16 rettenet soknak tűnik a mutatott játék alapján. Zala Friskovec. Kicsit álló játékot produkál a csata. Emma Cannon most rámcáfol és felteszi. Nagyon hosszú ideje nem dobott pontot Emma Cannon, most egy szép hazai pont. 39-18, néhány kóbor csatadob megszólal. Dúl Panka, Dúl Szinea, majd Pap Klaudia, szabadon hagyják, de most elrontotta, és a lepattanó megvan. Horváth Betty száguldál. Friskovec. Egy távoli Angyal Barbara kísérlet lejön a gyűrűről. Az nem lenne baj, de nincs meg a lepattanó szinte. Sorozatban mindig a győriek szedik. Össze ez bizony nagy baj a hazaiak részéről. És egy szép támadás végén Barna Judit dob pontot.
41-18, elképesztő gödörben a csata most. Angyal Barbara. Angyal Barbara kapott egyet, de közelebb csalja magát. És gólpasszal, és Megan Gustafsson bedobja. 20-41. Így is 21 pontos a különbség. Szép volt Angyal Barbara betörése és gólpassza. Pap Claudia. Igura Vide. Ez is jó. Három pontot szerzett számára Igura Vide. Elképesztő dobó formában a győriek. A hatodik triplájukat csüllyesztették el. Horváth Betty kapott egyet Pap Claudiától. Be is fújják a sítmesterek. 44-20, szinte hihetetlen különbség a második negyedben. Horváth Bettina. Angyal. Friskovec. Nem tud megindulni. Friskovec. Kiszorított helyzetben. Cannon egyedül. Friskovec most indul be, és szépen blokkolt a Barnai. Pap Claudia, jó indítás. Igura Vide. Igura Vide elmegy, és könnyedén dobja be. Ő is emekül játszik, 12 pontnál jár. Eddig a legtöbbet dobta. Horváth Betty. Meg lehetne indulni, de így nem. És a túloldalon egyszerűen kidobja Friskovec. Két játékos közé. Richard Halliway érkezik a vendégeknél, Lelik Réka érkezik Friskovec helyére. Friskovec abszolút gödörben van most jelenleg ezen a mérkőzésen. Nézzük Lelik Rékát. Dúbanka, a Pap Claudia, most letámad Angyal Barbara, nem olyan könnyen hozzák át a labdát a győriek. És Angyal Barbara labdát szerez! Bravo, ezt nagyon szépen csinálta, még akkor is, ha kimegy a labda az oldalon a túlról, de megakadályozta a támadást Angyal Barbara. Pap Claudia. Igura Vide, Lelik Rékával néz farkas szeme. Török, majd Igura Vide. Közelebb csalja magát. Rachel Holiday, hát ott őt nagyon nehéz megállítani, be is dobta. 48-20, 28 pontos győri előny, elképesztő. Angyal, Cannon, de kinek? Egyelőre próbálja megoldani, szépen csinálni. 22-48, Pap Claudia. Ha mindig tudnak válaszolni a kósza hazai pontokra, akkor nincs aggódni valójuk a győrieknek. Megan Gustafsson-t fújják be a játékvezetők Rachel Holiway-jel szemben. Megan Gustafsson másodszor szabályozott. Második személye. Csere lesz majd hatósan, Raksányi érkezik Pap Claudia helyére. A győri közönség nagy tapsal jutalmazza, hiszen valóban jól játszott mind a két játékos. És Rachel Holiway dobhat. Dobása jó. Hét pontnál jár Rachel Lashan Holiway. Ez lejön Gustafsson. Horváth Betty. Angyal. Cannon. Becsapdázzák Cannont, kiteszi, Lelik Réka vállalkozik dobásra. Nem jó. A lepattanó megvan Holiwaynek. Nincs még szünet, és 49 pontnál jár a győr. Átléphetik az 50-et is akár. És egy elcsúszás, de előtte már szabálytalan volt Lelik Réka. Hát úgy látszik, az atomerőmű elleni vereségből és lelki sokból nem sikerült kijönni a csatának.
pályára. Zalafriskovec jön, és ha jól látom, Angyal Barbarát váltja. Így is van. Angyal Barbara kap pihenőt. Ki kell találni valamit Tursics Krisztiánnak a második félidőben, mert egyelőre a győriek akarata érvényesül. Lepattanozásban, dobásbiztonságban, védekezésben, egyszerűen a játék minden elemében jobbak, mondhatjuk így. Igorev ide! Szépen kidolgozza magának és bedobja. Szóval 51-22, ha nem látom, nem hiszem el. Horváth Bernlett. Lelik Réka, Horváth Betty. Horváth, ho-ho-ho-ho! A kezét a vállából szinte kitépte most Igorev ide. Spanyolos szenvedéllyel. Komoly orvosi konzíliumot kellett összehívni, hogy Horváth Betty játéka, de Betty kemény hölgy, úgyhogy folytatja a játékot. Nekmedovic Merin pedig időt kér az utolsó két percre. Innen folytatjuk 51-22-ről. Akkor kik jönnek az utolsó 1.49-en? Mányoki Réka, Zala Friskovec, Lelik Réka, Emma Cannon és Horváth Betty. A túloldalon Török Ágnes, Dúl Panka, Rachel Holloway, Sandevien Igoravide, és ötössel Varga Zsófia. Hát sokkal mosolygósabbak, érte Raksányi, bocsánat, nem Varga, sokkal mosolygósabbak és magabiztosak a győriek. Ez érthető Lelik. Mányoki, megindul Mányoki, de kinek teszi vissza? Most kapja elé körbe a labda és Friskovec tripla. Na ez igen. A tripla szerzője, Zala Friskovec! Ez egy Zala Friskovec tripla volt, és ebben némileg közelebb lopóztak. 25-51, ha ezt közelebb lopózásnak lehet mondani. És egy labdaszerzés, bravo, Mányoki Réka elmegy, ezt az iccet be kell dobni. És ismét, Zala Friskovec! Nem is Mányoki, bocsánat, Zala Friskovec. Zicser után újabb pont. Na ez most az igazi Zala Friskovec, aki eddig szerepelt a csatában. 27-51, hiszen őt jó igazolásnak minősített, abszolút Tursics mester. Kimaradó Raksányi lehetőség, de a labda pont Friskovec kezéről megy ki. Egy percen belül 51-27. 24 pontos, elképesztően nagy győri előny, amire szerintem senki nem számított. Látván a mérkőzés alakulását azonban azt kell mondanunk, hogy még ez az előny is megérdemeltek mondható. Dúl, itt történt valami. Na most kit láttak szabálytól? Aha, a támadó időt jelző óra nem indult el, közli Ércses Balitanyán Petsz Olivér, így hát. A zsűri asztalon. Most is lesz dobó verseni szünetben. Csipos Alexa, Kospek Noémi és Fitkai Emma. Őket várjuk ide a nagyszünetben. És nézzük akkor, mikor indulhat a játék. 54,5 másodperc van, kérem szépen a meccs második negyedéből, és a palánk alól jöhet majd Igorev ide. Török Ágnes kapta volna, de inkább Raksányit választotta. Raksányi kidolgozza magának és bedobja. Raksányi Krisztina. 53-27. Friskovec, Friskovec. Mányoki. Friskovec. Mányoki, Horváth. Ki fogja eldobni? Friskovec. Ez is jó, szép. Újabb hazai tripla, Zala Friskovec. Újabb hazai triplával, 30-53, 23 pontra redukálódott a különbség, még mindig tetemes. Gyakorlatilag szinte végig támadhatja már
a nagy szünetig az időt a Győr, 3 másodpercen maradt, ha kijátszák az időt a csatának, ha és amennyiben Igor Evide megindul és bedobja. Egyszerűen úgy védekeznek rajta, hogy minden labdát bedob és még utána dobhat egyet. Elképesztő, mint kés a vajon, mint lézer sugár a papíron. Úgy hatol át mindig a csata védelmén a győri támadások sora, és még utána dobhatnak is. Például most Sandra Viana Igor Evide. Persze, hogy bezúzza. 25 pontos különbség, Horváth Betty, 3 másodperc, el kéne dobni. Az átadás nem jó, leszedi Török Ágnes. 56-30, 26 pontos, teljesen meglepő módon. A 8. helyzet Uni Győr vezet, a 4. helyzet NKFCM csata ellen. A második félidő csak jobb lehet a hazaiaknak, ebben bízik a közönség is. Folytatjuk a második félidőben. Kezdjék, tehát a második fél, de felteszek egy kérdést önöknek, kedves nézőnk. Önök szerint légzőkészék nélkül nehéz megmászni a Monteverestet? Ugye piszok nehéz. Hát ilyen nehéz lesz 26 pontot behozni ennek a Győrnek, a 26 pontos előnyét az NKFCM csatának. Friskovec, Horváth Betty, Megan Gustafsson, Cannon és Lady Kréka, míg a túloldalon Igor Evide, Raksányi, Recse Holiday, Török és Dúl Panka. Hihetetlen jó kapta el a Győr az első félidőt, védekezésben, támadó és védő lepattanó, a triplákban is jók voltak. Lely Kréka és nagyon-nagyon ritkán Zala Friskó ezt tudott villani. Ismét egy Lely Kréka tripla és egy jó tripla a harmadik negyed elején. Tehát ismét Lely Kréka triplával kezdődik a magyar kosárlabda egyik legtehetségesebb fiatal játékos, a 10 pontnál tart. De mindezek a triplák, és még lelikék a játék, és kevés, az egységes csapatként és nagyon jó csapatként funkcionáló Győr ellen. Lehetetlen nincs, pláne női meccsen, még 26 pontot is be lehet hozni, ez biztos, de azért, ahogy mondtam azt a hasonlatot a fél idő elején, bizony ez nagyon közel áll a lehetetlenhez. A negyedik hely megvan a TF-nek, miket mondok, a csatának, de a múltkori vereség után úgy látszik, nem tudtak még elsősorban fejben, ahogy szokták mondani, mentálisan kijönni a gödörből a csatalányok, és ezt maximálisan kihasználja a Győr. Pedig nézzék, most Rachel Halliway is rosszul dobott, nem szerezték meg a lepattanót. Néha hibáznak ők is, de olyan magabiztossággal játszanak ekkor előny birtokában itt a Ludovikában, hogy ehhez extra teljesítmény kell a hazai kékfehéreknek. Most végre a csata közönség is megszólal, és kell is a bíztatás. Ha más nem azért is, hogy lelkileg kijöjjenek a lányok a gödörből, és csökkentsék a különbséget. Horváth Betty, Gustafsson, hát ez a tripla nagyon rossz volt, de a lepattanó talán megvan Cannonnak, nincs. És bravúrosan szerzett labdát a remekül játszó Sandra Viana Igor Evide, Castilla szülötte. Na nézzük! Újabb győri támadás, megint a szokásos kés a vajban formula, ahogy el akart húzni Raksányi Krisztina, nem sikerült. Mert Emma Cannon szabályzott. Megan Gustafsson, bocsánat, harmadik személye ez már. Megjön a legtöbb a csapatban. A túloldalon mindenki egy személyével áll. Itt Lely Krékának, Mányoki Rékának és Horváth Bettinek is kettő van. A győriek eddig kripta biztosan dobták a büntetőket. Egy elhibázott büntetőjük volt, ez most nem azok sorát gyarapítja. Ez is bent van. A Raksányi Krisztina ma biztos, mint a svájci bank. Úgyhogy Horváth Bernadett, Cannon, Friskovec, Gustafsson, jó bejátszás. Hát, nagyon kockázatos volt a két ember közé. Cannon vállát azért megdolgozták egy kicsit. Varga Zsófi második hibája után jöhet majd Horváth Betty. Cannon. Horvátra kiegyezve a tripla. Gyönyörű szép. Ment a tripla, Horváth Betty!
Két hazai triplával kezdődik, 36-58. Raksányi, Varga, Dúpanka Dulcinea, és középen elrepül Horváth Bernadett, ez bizony támadó falt volt. Horváth Betti nem szokott esni kelni, csak ha valóban szabályt alkotnak vele. Sandra Igoravide második hibája, Mekmedovic Merim azért megtapsolja a játékosát. Jól küzdöttél, majd az ifjú hölgytől kérnek egy törlést, hiszen meleg van azért itt a március elejé február végi tavaszban, és szól a csatadobok sora, és a csata biztatás is megszólalt. Kell is a lányoknak, hiszen tetemes különbséggel vezet a győr. Lelik Réka megkapta az elzárást, és egyedül próbálkozik Lelik Réka. Szabálytalankodtak vele. Kár, hogy nem ment Bézen, akkor két pont és még dobhatott volna, de szépen csinálta. Dúlpanka Dulcinea szabálytalankodott. Az U20-as válogatottból is ismerheti egymást Dúlpanka és Lelik Réka. Lelik Réka a nagy válogatottból is bemutatkozott már éppen az oroszok ellen. Úgyhogy nézzük most büntetőből, mire lesz képes. Egy csont nélküli büntetővel kezd, 37-58. Lelik Réka! 11 pontnál jár Lelik Réka, pontosabban 12 pontnál jár, és furcsa ezt mondani, 20 pontra zárkózott a csata. És jönnek a zöld-fehére. Varga. Most egy fokkal talán keményebb, határozottabb, mozgékonyabb a védekezés a csatánál. Igor a Vide kiteszi megint triplára, Dúlpanka. Lejön és a lepattanó megvan most, Cannon. Horváth Bernadett szágult, mint az Express. Cannon, kifut a palánk alá, senki, Friskovec. Cannon most, szép dobócsel, és kihagyja. Gustafsson beleüt a labdába, és jogosítélet, jöhetnek a győriek. Emma Cannonnak sem egy, 6 ponton dobott együtt. Mekmedovic Merim idért kér, egy kis megtorpanást fél a győrieknél felfedezni. Innen folytatjuk az időkérés után. Táblák lerakva, csapatok a pályán. Továbbra is hajrá, csata! Lelik, Horváth Betti, Gustafsson, Cannon és Friskovec, még a túloldalon Dúl, Richard Holloway, Varga, Igor Avide és Raksányi. Igor Avide Horváth Bettivel szemben nem könnyű feladat. Varga, Cannonnal néz Varga szemet, dobócsele elmenne, Cannon a szabálytalan. Emma Cannon második személye. Jöhet majd oldalról Sandavian Igor Avide. Igor Avide egy kicsit irányította a játékostársait, hova álljanak. Most indul be a figura, Igor Avide meg is kapta. És belül észrevették támadó falat Rachel Lashan Holloway. A rossz mozdulatát, negyedik csapat volt a győrnél, már is csere lesz, Barnai Judit érkezik majd, és váltja Rachel Lashan Holloway. Barnai Judit jó teljesítmény nyújtott itt a csatában, és jó teljesítmény nyújt győrben is. Letámad a győr, a horvát Lelik kettős, azonban áthozta a labdát, ez nem okozott gondot. Cannon. Szól a csataközönség, és jön Friskovec. Cannon! Kiejtette a kezéből, nem bántották. Ez nem Emma Cannon napja ma eddig. Emma Cannon 6 pontot dobott. Megan Gustafsson 6 pontot dobott.
és egyedül Zala Friskovec, aki 11-nél jár. Letámad most a csata is. Igor Avide. Varga. Raksányi. Igor Avide, ez nála életveszélyes közelség, de nem ment be. És a lepattanó szerintem a csatája úgy is van, mert Negán Gustafsson keze után még Barna Judit Eszter keze is érintette, és visszaáll Pap Klaudia. Pap Klaudia érkezik a pályára. Aki most Dulfanka Dulcineát váltja. És jöhet Horváth Betté, most egy kicsit megmerevedett a táblázat, 38-58-nál továbbra is 20 pontos Győri elő. Gustafsson, Leli Kréka. Leli Kréka egymaga kísérletezik. Nehéz Igor Avidével, de megoldott a Horváth Betté. Gyönyörű trükk. Aki itt a szerzője, Horváth Betté! A Horváth Leli kettős beindult most. És egyelőre 41-58. Igor Avide, Igor Avide. Szépen cikázik, hát de kihagyja, és megvan a lepattanó, amit mondtam, lepattanó szerzés, csak Leli Krékánál sikerült az első fél évben. Most a többiek is jóval többet tesznek hozzá, és Kenonnal szemben szabálytalankodik Varga. Varga Zsófi arca merő értetlenkedés. Ez a harmadik személye, Varga Zsófi nem akarja elhinni, és Mányoki sem, a csapatkapitánya sem. Talán nem említettem, hogy a túloldalon Horváth Betté a csapatkapitány. És Emma Cannon, Emma Jean Cannon dobhat Floridából. Már nem Floridából dob, hanem honnan érkezett, Central Florida Egyetemről. De kihagyta az első büntetőt, maradt a 41-58. A második még rosszabb. Ezt azért nem bírja el a csata ekkora hátránynál. Pap Klaudia, Friskovecsel néz farkas szemet. Aztán Varga. Igor Avide, Igor Avide. Barnainak egy elég kockázatos átadás, megmentette Barna Judit. El kell dobni Vargának. Nem volt kidolgozott helyzet, és tessék, megint nincs meg a lepattanó. Előbb dicsértem a lepattanó szerzést. Talán korán tettem a csata részéről, Raksányi. Ez viszont szép szerelés volt, Emma Cannon. És megindulhat Leli Kréka. Emma Cannon onnan be kell vinni a palánk alá, de hát borzalmas rosszul dobta Emma Cannon. Borzalmas rosszul, és másodjára nem bántották. Viszont ott a szabad ember, Pap Klaudia triplára vállalkozik. Nem jó, és a lepattanó megvan. Friskovec, Horváth Bernadett. Sokat hibáztak most a játékosok. Epet a rugókon nyugvó csukóval kapta ezt Leli Kréka. Gustafsson. Ő sem pont királynő ma. Friskovec, ez viszont gyönyörű. A tripla szerzője, Zala Friskovec! 44-58. 44-58. Ebben a kerülben Rodos Fanni, kérem szépen, a 26 pontból 14 pont lett. Nem mondom, hogy megfelezte a különbséget, de kezd felzárkozni a csata. Most az újra az a csata látszik, az a csata hajó, mondhatjuk, amely bombázza az ellenfél, ha nem is hajóját, de palánkját és gyűrűjét, és felé zárkoztak valamennyire. Barnai próbál bemenni, és emberrel együtt bedobja. Ez az, amit nem szabad, ezt tanítják a képzésben, hogy ha Megan Gustafsson vagy bárki szabálytalankodik, ne dobjanak pontot. Megan Gustafsson negyedik hibája volt ráadásul, és pedig a harmadik negyed közepe után járunk. Barna Judit dobhat. Be is dobta, bizony úgy kellett most ez a három pont saját kosarukban, mint üveges tótnak anyattesése csatának, mert éppen felzárkózóban voltak. Friskovec lódul meg, Horváth Betté középre, Gustafsson kiütik a kezéből. Hú, Barnai! Ha ölni tudna, most olyan tekintetet lövelt a játékvezetőre Barna Judit, aztán mosolygott. Azért elismerte ő is, hogy ez hiba volt, mármint valóban jogos személy. Csere lesz
Varga Zsófia helyén Török Ágnes érkezik. Török Ágnes is válogatott játékos, 22 esztendős, 3-as, 4-es poszt. És nézzük meg Hank Gustafssont. Ő se dobja be. Hát ha egy csapatnak nem megy, akkor a büntető sem megy. Egymás után ez a harmadik kimaradt csata büntető. Ez bent van. 45-61. És Emma Cannon tér vissza a helyére. Emma Cannon érkezik éppen Gustafsson helyére. Ismét ott a csata az ellenfél palánkja alatt. Pap Klaudi azért áthozza egy zárás után. 61-45-ös Győri elő. Gura Vide. Barnai. Ezt nem dobta be, és Cannon jól szedte le. Horváth, jó indítás. Friskovec. Leli Kréka. Odaütött Igura Vide. Hú, Igura Vide is nagyon dühös. Pedig ez egyértelmű volt. Leli Kréka kapta az ütést. Harmadik személye Sandra Vianának, és dobhat Leli Kréka. Eddig 12 pontot szorgoskodott össze Leli Kréka. Az ő idegeivel most nincs baj, bezúdította a büntetőt. A második kimaradt, de összeszedik. Radóc Fanni tette átra. Horváth Bernadett. 6 másodperc. Távolról dobja Horváth, rövid, de megvan a lepattanó. Ezt nehéz lesz már onnan kiszedni, bizony két Győri is rá vetődött Radóc Fannira. Dicséretes harcossággal szerezte meg a labdát azonban Radóc Fanni. Jöhet Pap Klaudia. 46-61-nél. Igura Vide. Horváth Bernadettel farkas szemet néz, vén. Török Ágnes. Van a török áfium ellen orvosság, ezt majd meglátjuk. Pap Klaudia. Igura Vide. Nehezen szabadul, el kell dobni, megzavarják, lejár a támadó idő. És még jó a tripla. Hát ez elképesztő. Ez elképesztő, amikor lejár a támadó idő. Második olyan alkalom, amikor triplát dob a vendégcsapat. Ezúttal is Raksányi Krisztina, Leli, Friskovec. Ez is jó. Itt a válasz, Zala Friskovec! Szintén egy tripla! A második negyed még nem, de a harmadik negyed elképesztő tripla zuhatagothoz. És most már ebből a csatajátékosok is kiveszik a részüket. 49-64. 15 pontos előny, labdaszerzés, Horváth Bernadett. Friskovec, Radóc Fanni. Vállald el, mondják, Radóc beforog. Hát lépésgyanú, el is lépte. Igen, ez bizony Radóc Fanni elhibázta. Nem szabadult a labdától, és ellépte. Pap, majd Igura Vide. Raksányi. Török. Ez jó. Igura Videvel szemben a védekezés. Igura Vide. 7 másodperc. Igura Vide. Radóc. Radóc van, mi találják szabálytalannak. 5 csapat személye Győrnél. 4 csapat személye az MKFC-m csatánál. Pap Klaudia, és jobban vigyáznak rá. Igura Vide, ő viszont bedobja. A fantasztikus harmadik negyedbeli tripla zuhatag folytatódik vendégtriplával. Igura Vide, Friskovec, 67-49. Hú, de rossz átadás volt, Emma Cannon megszerezte. Ez dicséretes volt. Gyönyörű szólópontja.
Leliklék a gyönyörűpontja 51-67, de még mindig 16 pontos előny. Pedig egy percen belül vagyunk a harmadik negyedben. Csökkent a hátránya a csatának, de még tetemes. Igor a véde most homályt dob, ez teljesen szokatlan tőle. Másfél támadásnyi idő, teljesen szokatlan Igor a védétől. Horváth Betty helyett Mányoki Réka, és érkezik majd egy győri csere is. Egyelőre Lelik Réka. Lehet csökkenteni ezt a különbséget, érzi ezt a csata közönsége is. Réka szépen tette le Friskovec, a túloldala Mányoki triplára kihelyezve, és nem jó a tripla. A lepattanó Emma Cannonnak megvan, újabb tripla. Ez a tripla. Jó a tripla! A szerzője Radonc Fandi! Radonc Fandi fantasztikus triplájával a hazai csapat 54-67-re zárkózik. Török is triplára vállalkozik. Ez is bent van. Elképesztő. És vége. 70-54 a harmadik negyed után. Lezárkozott, de még igazán közel nem tud kerülni a csata a Győrhöz. Mindent eldöntő negyed következik. Innen folytatjuk. Nézzük akkor, Mányoki, Lenin, Cannon és Radót az egyik oldalon, Papp Claudia, Raksányi, Török, Radóc és Igor Evide a másikon, és Papp Claudia mellett hozzáállt Lelik Réka. 16 pontos csata átállt. Be lehet-e hozni egy negyed alatt 16 pontot? Papíron természetesen be lehet, nézzük. Lelik Réka kiharcol egy dobóhelyzetet, de nem dobta be. Sokat vállal Réka, 15 pontnál jár, egyelőre ez most kimaradt. Papp Claudia. Az ellenfélnél 20 ponttal Igor Evide, Sandra Viana a legeredményesebb. És egy olyan dobás Raksányi megint nem elég, hogy bedobja, még ráadásul falt is, tehát még egyet dobhat. Mondom, ez legalább az ötödik vagy hatodik ilyen helyzet, hogy szabálytalkodnak a csatajátékosai, ebben együtt jó a pont. Zala és leültek, Horváth Detti és Angyal Barbara érkezett. Horváth Bernadett szágult át Angyal Barbara palánkat, egy perce üresen volt. Radóz, Angyal Barbara. Szép betörési kísérlet, jó passz, Emma Cannon gyönyörű. Emma Cannon! Angyal nem először adott jó passzt Emma Cannonnak, ez a harmadik olyan átadása, amiből az amerikai hölgy pontot dobott. 56-72. Igor Evide, Lelik Rékát találják szabályt. Lelik Réka szabálytalankodott, ez volt a harmadik hibája. Harmadik hibája Rékának, négy van Megan Gustafsonnak. Rékának ez a harmadik. Mellette 15 pont. 6 lepattanó. Török tette tovább, majd Raksányi, szép lefordulás után. Igor Evide.
Barna Judit, nem lépett már, lépett halad már. Halad a csatáig, gyerünk lányok, minden bele! Kicsit eltopogta Barna Judit, úgyhogy jöhet a csata a 72-56-os győri előnynél. Angyal és Horváth Betty kettőse hozzátal, de egy jó zárás után Horváth, majd Angyal. El nem veszik tőle, az biztos, nézzük. Megkapta Leli Kréka egy keresztfutás után. Raksányival szemben jó a csel, és az átadása is Angyalnak. Angyal tripla! Hatalma! A tripla szerzője! Angyal Barbara! Kérem szépen, a legmagasabb hazai tripla, a stratoszférát is megjárta Angyal Barbara dobása. Ha vizes lett volna a labda, biztos, hogy megszáradik, beesett a gyűrűbe. Ilyen magas ívű triplát még ma nem láttunk, pedig Leli Kréka is dobott egyet-kettőt. Angyal Barbara után rögtön elkölt egy személyt, de megtapsolták és nagyon megveregették a többiek a vállát, hiszen csodálatos pontot dobott. 59-72, Pap Claudia, Raksányi, Barnai, Pap Klau tripla. Ez nem jó, és a lepattanó most megvan. Imagine Cannon, Horváth Bernadette. Nagy szágultás, Horváth Bernadette. Végigviszi vissza, Radóc szóló, nem megy be, de még meg lehet, nincs meg, Igor a víde, majd Raksányi. Tizenhárom pontra redukálódott a 26 pontos különbség. Ez már belátható távolság, persze, ehhez nagyon kemény határozott védekezés kell. És nem szabad hagyni a triplákat. Nem szabad hagyni tripla dobó helyzetben a győrieket, mert szinte mindenki, állítom, még a buszsofőr, a ruhatáros vagy a perces is bedobná most győri oldalról. Lelik nagy harcban Raksányival, és benn van! Lelik Réka! Lelik Réka, káprázatos teljesítmény. Radóc Fanni helyén, Lelik Réka pontjével 61-75, Lelik Réka 17 pontnál jár, és nem csak a 17 pont, hanem az a szellemiség, amit képvisel, az most nagyon kell. Most Lelik Réka, Angyal Barbara, Horváth Betty harcossággal magával ragadhatja a többieket, elsősorban a légiósokat, azok közül is Emma Cannon Jean feljavult. Barnai nagy tapsutkap a győri közönségtől, a helyén a borzasztóan erős Rachel Leshan Holloway, aki egyébként mindössze 7 pontot dobott, de a védekezésből, lepattanó szerzésből aktívan vette ki a részét. Raksányi. Tíz másodpercen belül Igor a víde. Ez nem volt jó, pontosan megángozta a szomszombjáról, kipattott a labda. 6 darab másodperc a támadédő, mint tudjuk, az kosárban sok, de azért mégsem olyan sok. Jó védekezéssel megzavarhatja a csata ezt a támadás építést még. Holloway, nagyon erős, be is dobja ember. Bozzasztóan erős, puszta kézzel simán szétszerne egy katonai harci járművet, azt hiszem Rachel Holloway. Horváth Betty nagy szóló. Megan Gustafsson ezt fölviszi, nem tudta feltenni, nem az ő napja. Igor a víde, az övé viszont igen. Angyal Barbara védekezik, keményen is be is fújják a szabálytalanokat. Ez volt a második személy hibája és a negyedik hazai csapat hiba. Negyedik hazai csapat hiba és Angyal Barbara második személye. Török. Pap Claudia nem vállalta el, pedig tiszta dobó helyzete volt, kihozta. Picit elbizonytalanodott most Klau, megint kiejti a kezéből, aztán Igor a víde, ő nem bizonytalan. Szentre, Igor a víde, tripla szerzője, hazai időkérés. Nem véletlenül kép idő Tursis mester, mert triplákkal megint ellép egy kicsit a győr.
sürgető bírói felszólítás is. Gustafsson, Cannon, Horváth Bernadett, Angyal Barbara és Leli Kréka. Mekmedovics mester még nem határozott, de Lassan, Holloway, Pap Claudia, Török, Raksányi és 31-esre Sandavian Igora Vide, talán a mezőny egyik legjobb teljesítményt nyújtó játékosa. 23 pont és 4 szemhével játszik. Az ő kipontozódása érzékenyen érintette a győrieket. Cannon, Lelik megcsinálja, de rövid a dobása. A nehezét megoldotta Lelik Réka. Pap Klau és Angyal Barbara farkas szemet néznek egymással. Török. Ő is jól dobott ma kintről. Hát ki nem dobott jól, győrjét. Igor Evide. Holloway. Hey, Gustafsson. Ezt szépen csinálta. Lelik Réka. Lelik Réka. Lelik Slalom Gustafsson. Nem jó. Az Istennek sem sikerül Megan Gustafssonnak. 7 pont mindössze. Török Ágnes, első hibája. És Lelik Rékát váltja Zala Friskovec. Lelik nagy tapsot kap, jól játszik. Ő, akit némi hullámzással, de azért ki tudnék emelni a csatából végig az egész meccsen talán. Friskovec. Cannon. Na, első le az ágyú. Horváth, ott van a folyosó, nem indul, de Horváth Betty. Á, nem tudták, de visszaszerzi talán. Igen, igen, ez Horváth Betty, de mégis kiharcolták a győriek. A harcosság dicséretes, de a labda a zöldeké. 80-61, 19 pont. Nem kevés. Az idő viszont igen, hiszen 4:37 már csak átra. Holloway, ó, hát... átgázol mindenki, Rachel Holloway. Horváth Bernadett. Friskovec. Angyal Barbara. Cannon, el kell dobni. És Cannon nem dobja be. A labda szerintem a győré. Nem. Nem a labda a csatájé. Ezt nem hiszi el Mekmedovics Merim sem, és a győri... A labda a csatájé, és 14 másodperc. 14 másodperc a támadidő. Megint 21 pontos különbség. Volt 13, emlékeznek rá, és akkor azt mondtam, hogy netán. Angyal Barbara. Angyal Barbara! Angyal Barbara! Szenzációs magas évű tripla. Még jó, hogy nem alacsonyabb a csarnok, mert akkor levonottválna a tetejét Angyal Barbara a triplája. Elképesztő, gyönyörű, magas évű dobásai vannak. Angyal és Lelik, akik a legszebben dobják a triplákat az egyet. Harmadik hibája Angyal Barbarának egyébként. Nézzük most Sandaviana Igora Vidét. 82-64-es állásnál. Igen, bezúzza, és időkérés Alatulsics Krisztián és Mekmedovics Merim. Előbb kért Mekmedovics Merim, innen folytatjuk 84-64-nél. Thank you.
hallatván az üvöltő zene, már is pályán a hölgyek, Gustafsson, Angyal Barbara, Horváth Bernadett, Zala Friskovac és Emma Cannon, Pap Claudia, Igor Vide, Raksányi, Rachel Lashon Holloway és Török Ágnes. Angyal két csodálatos triplát sülyeztetne el a gyűrűbe, aztán Friskovec, újra Angyal, Gustafsson, Angyal. El kell dobni valakinek, valószínű Angyal Barbarára vár ez a feladat. Nem, Horváth Bernadett. És akkor az a szerzője, Horváth Bernadett! 3-23. Hazai tripla. A tripla első van a meccsen, de ezt nem csak a hazaiak produkálják, akiktől megszoktuk, hanem most a győriek is remekül dobják a triplát. Holloway. Mellé dobta, szó szerint a gyűrű mellé. Ritkaság. Friskovec. Jó bejátszás, Cannon. És nem tudta bedobni. Szabálytalankodott vele, Raksányi Krisztina, de azért beesetett volna, és akkor mondjuk még egy büntető. Így is büntető, Emma Jean Cannon. Lelik Réka jön, Angyal Barbara ér. Nagy tapsot kapott Angyal Barbara, és nézzük Emma Cannont. Megint nem dobja be. Emma Cannon harmadik elhibázott büntetője. Az ötödik kihagyott csata büntető. Ez bent van. Emma Cannon! 68-84. Kap Claudia. Raksányi. Raksányi. Szabálytalan volt, Zala Friskovec. Szabálytalankodott az a második személy. Második személy ez Zala Friskovecnak, és dobhat Raksányi Krisztina. Eddig 17 pontot dobott Raksányi. Jelentem, hogy 18-at most már. Raksányi Krisztina. 86-68. 2,5 a végéig. A meccs eldőlt, a pontkülönbség kérdéses. Tud-e közelebb zárkozni a csata? Emma Cannon kibújik, nem jó. Rachel Holloway tisztáz. Most, ha nyugodtan eljátszogat és kijátsza a támadó időket a győr, akkor még a különbséget sem nagyon tudja csökkenteni a csata. Van az a 18 pont egyelőre. Raksányi, hagyják dobni, de nem dobta be. Cannon leszedi. Lelik Réka. Lelik. Magának harcolja ki, de nem megy be. Tartott labda, és a győriek jöhetnek. 1.50 van hátra, 86-68, azt kell mondom a mérkőzés összképe alapján, hogy teljesen megérdemeltem vezet ilyen különbséggel is a győr, mert bár a harmadik negyedet 24-14-re megnyerte és felzárkozott, elsősorban remek tripláival a hazai csapat 13 pontra is, valahogy nem éreztük azt, hogy fordítani tudnának, hogy igazán közelebb tudnának menni. Voltak jó teljesítmények, Lelik Réka, Angyal Barbara, vagy a feljavuló Emma Cannon. Ez azonban összességében kevés volt. A labda is úgy gondolja, pihen egy kicsit, felül oda. Hát onnan egy part is kéne, hogy lepiszkálják, vagy mondjuk egy magas férfi játékos esetleg. Egy labda kell hozzá, ezt Lelik Réka fogja megoldani. Így is van. 1.32 a vége előtt. Csak gratulálni tudunk a győrnek, ahol nem tudok kiemelni senki, de mégis lehetne akkor Raksányi Krisztinát, Sandra Vianne, Igura Vidét mindenképpen kiemelném. Illetve Varga Zsófiát az első két negyedben. A többiek is azonban remekül tettek hozzá a mérkőzéshez. Két negyeden keresztül sokkal jobban lepattanóztak, támadtak és védekeztek, míg a hazai pontkirályok elsősorban Gustafsson és Cannon szinte csődöt mondtak támadásban. Friskovecnek voltak szép pillanatai, de ez kevés volt, akárcsak Lelik Réka a 17 pontja lepattanói, és Angyal Barbara fantasztikus triplái.
Papp Claudio dobása kijön, de ez már senkit nem érdekel. 8 között tehát a Győr, és 4. helyen végez a csata. A rájátszás, ahogy szokták mondani a kártyások, már más tészta. Új osztás, új remények, onnan bármi lehet, de egy biztos, ez a teljesítmény kevés lesz a csatának a továbbiakban. Alig, ha nem mentálisan fejben elfáradtak a fiatal játékosok, hiszen ne felejtjük el, tele U16, U19, U20-as válogatottakkal ez a csapat, még ha vannak légióseik is. A Győr viszont Mekmedovic Merimmel megújult, Mekmedovic Merimmel kiharcolták, magabiztosan a play-offba jutott, még ha csak 8-on is. És azt hiszem, hogy teljes mértékben jogos, hogy a 8-ba kerüljön az a csapat, amelyik ilyen teljesítmény nyújt a csata ellen a Ludovikával. 9-essel pedig Buffy Fandi jön majd a büntetődobások után. Buffy Fandi egyébként 20 esztendős irányító, először kap lehetőséget. Igor Avide jött, és Radosz Fanni érkezett különben a hazai oldalon. Igor Avide is bezúzza magáét. Ő ma a pontkirálynő, 27 pontot dobott Sandra Viana, és Buffy Fanni először a küzdőtéren nagy tapsot kap a maroknyi győri közönségtől is. Megérdemli, és azt hiszem a csatahívek is elismerik, hogy ezt a meccset ezzel a játékkal megérdemelten nyerte meg a Győr a gödörben lévő csata ellen, de hát jön majd a rájátszás. Ismerve Túlsis Krisztiánt és ismerve a csata hölgyek képességeit, fel fognak ott pörögni, és sok örömet szereznek még a rájátszásban a híveknek. Miközben Friskovec triplája is lejön. Így fejeződik be ez a mérkőzés. A Győr magabiztosan győzött 88-68-ra. De a csata negyedik helye is minden dicséretet megérdemel. A rájátszásban találkozunk majd a gárdákkal. Én búcsúzom, remélem jól szórakoztak. Viszont látásra, viszont hallásra. Köszönjük szépen, hogy ma délután itt a Ludovik Arénában töltötték az egyre helyek csinál, csak a Győr mérkőzésen, aki teheti maradjon itt, hiszen TF Budapest Vasas Akadémia találkozó is lesz 19 óra 30 perctől. A lányok pedig megérdemlik a tapsot a második fél idei küzdésért, hajtásért. Ebben most ennyi volt. Még egyszer köszönjük szépen a szurkolást! Kellemes étvégét kívánunk!